Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Ez itt a hétvégi taró üzenet szeptember 28-29-re. Gyorsan mondom a fontos részt, októberi teltházas taró tanfolyamom helyett tudom ajánlani a november 16-17-én újra esedékes, még szabad helyeket tartalmazó tanfolyamnak a meglátogatását. Jelentkezés a www.reggeli.hu webáruházban. Nézzük, hogy mit üzennek nektek a tarólapok. Erre a hétvégére a szokásos 6 lapot fogom kiemelni, és remélem, hogy mindenki megtalálja a számításait. Csillag, nap és uralkodónő. Hát azért ez, lássuk be, gyönyörű, főleg egy hétvégére is, ráadásul ugye ez szeptember utolsó hétvégéje, úgyhogy élvezzük is ki. Remélem, hogy jó lesz az időnk, remélem, hogy jó lehetőségek nyílnak meg előttünk. És ha ugye a klasszikus értelembe véve megszokhatták a csatorna tagok, hogy ugye minden nap taró, mindennapi taró üzenetek mellé mondok mindig egy mottót, de a hétvégi üzenet ugye mindenki számára nyitott, és itt is mondok egy mottót, itt észre kell vennünk a lényeget, hiszen a nap rávilágít a lényegre, vegyük észre, hogy mi fontos nekünk, mi lényeges nekünk, és arra fókuszálva, arra összpontosítva haladjunk az utunkon, arra, amerre tartunk, és legyen konkrét célunk, ez nagyon-nagyon fontos. Sosem felejthetjük el azt, hogy a csillaglapja, a remény, a bölcsesség, a fény, nek a kártyalapja. A hitet adja nekünk abban, hogy megértjük a mélyebb összefüggéseket, átlátjuk a folyamatokat, és ebből fakadóan ugye szépen lassan ki tudunk jönni a sötétségből, az éjszaka sötétjéből, a csodálatos nappali fény áradatba, a dicsfénybe, az örömteliségbe, abba a napba, ami ugye megindítja a magot, és ami által csíra lesz a magból, és ugye a nap ugye segíti a szárba szökkenést, a virágzást, a termőre fordulást, aztán pedig az aratást is. Sütkérezzünk ezen a hétvégén a nap fényében, akár fizikailag is lehetséges, de itt olyan esetben inkább egy kicsit ilyen átvitt értelemben azt mondom, hogy a rejtett képességeinket mutassuk meg, segítsünk másoknak, önkénteskedjünk, próbáljuk meghallgatni mások bánatát, adjunk tanácsot, sőt, sokszor ugye tanács nélkül is már épp elég az, ha meghallgatjuk a másikat, mutassunk irányt a sötétségbe, kapaszkodót adjunk embereknek, mert mi képesek vagyunk erre, és ez ugye az, a másik embert, vagy ezt a sok-sok embert, akim valamilyen formában segítünk, mert képesek vagyunk segíteni, azokat mindenképpen hálával fogja eltölteni. Ha egy picit is azt érzed, hogy elveszett vagy, ha egy picit is bizonytalannak érzed magad, vagy kétségeid vannak, akkor ne feledd azt el, hogy értem a kétségeidet, nyilván egy olyan világban élünk, ahol a kétség az egy normális mindennapi jelenség, de ezen a hétvégén felejtsük el azt a kérdőjelet, hogy nem tudunk valamire válaszolni, azt felejtsük el, hogy nem tudunk valamilyen feladatot megvalósítani, és minden olyan élethelyzet, ami adódik, legyen az otthon, rokonságban, szomszédságban, baráti körben, vagy éppen aki dolgozik munkahelyen, higgyük el, hogy ez a folyamat az, ami mindenképpen felemel minket, kiteljesít minket, úgyhogy érezzük ezt az örömteli élethelyzetet, és próbáljuk meg a szó jó értelmében az ismeretlen darabkákat összerakni, és a legvégén kaphatunk egy olyan pázolt, ami megmutatja, hogy tényleg alapvetően mindenkinek nyilván a saját körülményeihez képest, de jó életünk van. Na nézzünk újabb három lapot, ami talán még kiteljesedettebbé teszi ezt a folyamatot, és a sorskerék diadal válaszúttal ez meg is történik. Felejtsük el azt, hogy megfeleljünk másoknak, felejtsük el azt, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy elég jók vagyunk-e. Ha valaki folyamatosan azon dolgozik, hogy minket megkérdőjelez, és bennünk ezt a kérdést rendszeresen előidézi, hogy vajon elég jó vagyok, akkor azzal az emberrel ne legyen dolgunk. Dolgozzunk a saját terveinken, uralkodjunk a saját életünkön, mindenképpen a saját vágyainkat tartsuk fókuszban, és ezeket próbáljuk megvalósítani. És higgyétek, hogy 6 ilyen csodás lappal meg fogjuk kapni a segítséget a világtól, az emberektől, és mi magunk is, ahogy említettem, ugye segítővé válhatunk, és mindenképpen tudunk adni, tudunk biztosítani örömöt, ha csak egy mosollyal is, de sokszor egy mosoly is elegendő ahhoz, hogy a másik már jobban érezze magát a bőrében, de mi is reagáljunk egy kedvességre, egy hátbaveregetésre, egy egyszerű hétköznapi baráti kézsimogatásra, úgyhogy jaj, de jó, hogy ez megtörtént, mert ebből föl tudok töltődni.
működni. Úgyhogy ne aprózzátok föl magatokat, legyen valami konkrét, gyönyörű célja ennek a hétvégének, és olyan tevékenységeket végezzetek, amik veletek születtek, amik a hobbitok, amik mindig is örömöt okoztak nektek. Nem kell most felfedezni, új dolgokat alkotni, nem kell szembe menni a világgal, vagy éppen nyilván értelemszerűen meghunyászkodni sem kell semmilyen szinten. Azt csináljátok, ami számotokra jó, örömteli, kedvező, felemelő és boldogságot okozó történet. Hát én mindenkinek nagyszerű hétvégét kívánok, és nyilván, hogyha úgy alakul, akkor adjatok tényleg abból a sok-sok jóból, amit ti magatok kaptok, mert itt azt mondom, hogy mindannyiunknak jut valamennyi jó ezen a hétvégén, és ha azt megosztjuk, nézzétek meg ugye a sorskerék diadalválasztót, ugye ez egy ilyen megosztás történet, hogyha ezt megosztjuk a környezetünkkel, akkor még boldogabbá válhatunk.